Köszöntelek benneteket, most nagyon kedves barátainkat jöttünk el meglátogatni Tenerife-re, egy gyönyörű kisváros itt az északi zöld oldalán, ugye Tenerife-nek 40 különböző mikroklímája van a hatalmas vulkánnak köszönhetően. Ez a kis falu itt az északi oldalán van, ez a csapadékosabb zöld terület, hát már elvarázsolt, ugye már egyszer voltunk kint Mariannéknál régebben egy 6-7 éve, de most sikerült újra eljönni, ugye most már nincs a virágbolt, úgyhogy decemberben végre nem kell végig dolgoznom a hónapot, úgyhogy eljöttünk látogatóba. Szuper idő van, most van reggel 8 óra, és mégis pólóba lehet lenni. Hát napközben 25 fok körül van a hőmérséklet. Itt az a örök tavasz vagy koranyár szigete igazából. És hát már most látszik itt mögöttem az ő házuk és kertjük, hogy is tele van olyan növényekkel, amiket mi csak igazából a szobába tudunk tartani. A kedves teréciák, banánfák, itt mellettem avokádó van, ugye filodendronok, monsterek, tehát olyan növények, amikről mi csak álmodozunk otthon, és a szobában tudjuk esetleg megtartani őket. De megmutatom az ő kertjüket a legelső videómban, aztán majd még rengeteg minden, mert gyönyörű arborétumok vannak itt, nagyon szép közpartok. Például a kerítésükre gyönyörű futónövény van, és hihetetlen jó illata van, ez a pirosztégia, de sajnos ez sem télálló nálunk. De gyönyörű, ide teszem a kezem, látszik, hogy mekkora hatalmas fürtökbe lógnak a virágai. És ő is úgy virágzik, hogy már valami elnyűlt, de még itt folyamatosan hozza a bimbóit. Itt látszik, hogy rengeteg virág van rajta, és tényleg hihetetlen jó illata van. És ha itt benézünk az utcába, itt végig ez van a kerítésen. Ugye ez úgy kell kezelni körülbelül, mint a bougainvillét, tehát a murva fürtöt, hogy erős visszametszést igényel a virágzás után, mert ez is a friss hajtásain virágzik, tehát ilyenkor a virágzás után meg szokták metszeni, és akkor utána újrahajt, és egész nyáron virágzik, de ez a nyár közepétől karácsonyig van a fő virágzási időszaka, de akkor gyertek, mutatom a kert többi részét is, ha itt be nem zuhanok. Eleve, ahogy bejövünk, már itt van egy gyönyörű kis előkert, egy cikaszpálmával, hát és egy, nem tudni pontosan, de kb. Egy 100 éves dracénával. Úgyhogy látszik, hogy milyen óriási, nálunk a szobában így megnő 10-20 centi vastagságú törzsre maximum, de inkább hamarabb elpusztul, mint hogy megnőne ekkorára. Hát itt érzi igazán jól magát. Ugye egy szubtrópusi terület ez, tehát itt párás az idő, folyamatosan ez a este mondjuk 10-15 fok van, napközben 20-25, nyáron max 30 fok körül van a hőmérséklet, és vannak esősebb időszakok, kicsit szárazabb időszakok, de erre kiválóan alkalmasak ezek a növények, de akár ez a szintén szobanövénynek tartott filodendron is nálunk ugye csak szenvedget, különösen télen a fűtött szobában, a rövid nappalokban. Hát itt látszik, hogy szinte írtani kell, mert már annyira gyorsan nő. De ugyanígy akár itt a nappali előtt található monsterek is. Ugye ez most nagyon népszerű szobanövény. De hát itt csak itt így nő. De ahogy itt sétáltunk, vittük a gyerekeket az iskolába, vagy elkísértük őket, ott is mindenfelé futott a kerítésekre. Hát látszik, hogy itt érzi jól magát, ez való neki. Ugye ez a monstera, a filodendronok, itt akár mögöttem is egy gyönyörű filodendron, vagy amit a kívülről mutattam, itt is látszik ez a kis gyönyörű futónövény végig a kerítésen fölfutva. De lehet, hogy ide jövök itt a dracéna mellé, mert így látszik igazán jól a mérete. Én is ugye azért 2 méter vagyok, de látszik, hogy milyen óriásra megnőtt és milyen hatalmas tönkje van. De hát azért is érzik nagyon jól magukat, hiszen ha itt majd kinézzünk, itt van az óceán 100 méterre, tehát itt párás a levegő, hiába van esetleg meleg, vagy egy kicsit hosszabb ideig szárazság, azért az óceán párássága nagyon segít ezeknek a növényeknek. De akkor mutatom a kert többi részét. Én, ha itt elnézzük, ott van az óceán. Most kelt fel a nap, még ilyen kis párás a környék, de itt a pálmafák mögött ott van az óceán. Itt például egy kis bougainvillea sövény van, ugye a murvafürtet, és most metszették meg, de még mindig virágozgat egy kicsit, de majd most hatalmas új hajtásokat hoz, és nyár elejétől, közepétől megint egészen decemberig fog jövőre virágozni. Itt pedig mögöttem biztosan ismerősed is sokatoknak, ezt is szobanövénynek tartjuk.
ez a Schefflera. Ugye az a különlegessége, hogy itt az a különlegessége, hogy virágzik is. Ez szerintem otthon egyáltalán nem látható és nem elérhető. Ilyen gyönyörű kis pirosas fürtökbe hozza a virágait, ennek is nagyon jó illata van. És hát teljesen ilyen nagy fává megnő. Hát így legalább egy olyan jó 10 méter nagy, magas fává megnőtt. Hát ezt is otthon maximum ilyen 1-1,5 méter, max 2 méterre meg tud nőni, de potyog a levele, húzatra érzékeny. Hát itt pedig aztán ez az igazi környezete. Itt a kert hátsó része. De innen még, ebből a teraszban még jobb a kilátás. Innen pedig jobban látszik az óceán. És itt egy nagyon érdekes növény, hát a fenyőszerű, ez az araucária, ez a mi szobafenyőnk. Tehát ez is ugye szobába tartjuk, és ott úgy, ahogy megvan, meg a megszokott nőni, azért néha ki is növi a lakást, de hát ilyen óriásira meg tud nőni. Ez az igazi környezete, itt érzi jól magát. Úgyhogy látszik, hogy ott is hát jóval lentebb van, de legalább egy olyan jó 20 méter magas, és még ez nem egy öreg példány, úgyhogy ennél még sokkal nagyobbra meg tud nőni. De majd igyekszem közelebb menni hozzá, és még megmutatom. Most viszont indulunk reggelizni, úgyhogy ez volt ez a kis bevezető, kis szubtrópusi tenerifei kert, de majd még nagyon sok mindent mutatok nektek. A Schefflera a virág egy kicsit közelebbről, megpróbálom megmutatni. Nagyon érdekes, ilyen pirosos, bronzos a virága, és egy kis apró sárga porzók állnak ki belőle. Úgyhogy nagyon különleges, még sose láttam virágozni. Ugye ilyen óriásira meg tud nőni. Meséltek Mariannék, ugye a tulajdonosok, hogy ez csak az egyik fele, itt volt egy másik, az egy viharba kidőlt, sőt, hát itt van összedarabolva, még nem vitték el, tehát ilyen óriásira meg tudnak nőni. Tényleg hihetetlen látvány, hogy nálunk ez csak kis szobanövény, itt pedig ilyen óriási fává megnőnek. És itt a központban, de mindenhol most a mikulás virágokkal ültetik be a nyári kiültetés helyét, hiszen készülnek a karácsonyra ők is. De elég furcsa egyébként így a 25 fokban a karácsonyra készülődni, hiszen otthon még ha nincs is hó, de azért hűvös van, hideg van, köd van, rossz idő, és most furcsa így 20-25 fokban a karácsonyra gondolni, ennyi virág és illat és pillanatok között. De téged is levideóznak. Na, hogy nézzem. De ezt több tízezer ember fogja látni, nem baj? Ha? Több tízezer, igen. Na, csak ezt ne akarsz. Csak ezt ne? Nem járulsz hozzá? Hát jó, legyen. Legyen? Hát, akkor, hogyha engem videózene, nem a buta növényeket. Nem a buta növényeket? Pedig egy érdekes levendula típus, ez a spanyol levendula, hát Spanyolországban mi legyen, hanem a spanyol levendula. Ez otthon is elérhető egyébként, de sajnos nem télálló, tehát aki kiülteti, az érdemes cserében kiültetni, vagy cserébe tartani, és télen fagymentes, hűvös, világos helyen tartani. És ezért nagyon jó, hiszen itt is látszik, hogy már vannak fővirágzatai, tehát virágzik is, de itt folyamatosan jönnek a bimbói. Tehát ilyen felváltva, szinte egész évben virágzik. Természetesen nem nálunk, de ahol ilyen kellemes idő van egész évben, ott egész évben tud virágozni. Ez a gyönyörű lila virág, ez a mexikai petúnia. Ez is előfordul otthon egyre több balkon kertben, vagy teraszon, de szintén ezt is csak cserében lehet tartani, hiszen nem télálló. Viszont ő is folyamatosan hozza a virágait, ezért érdemes keresni. Amikor a virágbolton volt, egyszer-egyszer árultam én is, tehát jobb virágboltokban és kertészetekben meg lehet találni, de teleltetés igényel, tehát csak az vegye meg, aki világos, hűvös helyen tudja teleltetni.
egészen más munkák várnak egy szubtrópusi kertben kertészkedőre, mint amit mi megszoktunk ott a mérsékeltövön. Itt mutattam, volt ez a hatalmas trelícia, így előregedve, és őket, mint akárcsak a banánfákat érdemes néhány évente visszavágni. Úgyhogy itt a tulajdonosokkal tegnap visszavágtuk a jól előregedett, elfásodott strelíciákat. Itt meg látszik a virága, volt még rajta azért virág, de hát már nagyon-nagyon elfásodott, előregedett, fel kellett frissíteni. Úgy kell elképzelni, mint egy rózsametszés nálunk, és az is, ha nem lenne visszametszve, folyamatosan csak így előregedne, elfásodna, egyre nagyobb lenne, illetve aki nem metszi meg, az így jár, hogy egyre kevesebb a virág, egyre nagyobb, egyre elfásodottabb. Tehát itt is ezekkel a növényekkel is ezt meg kell tenni. És itt is már látszik, hogy a tövéről szépen majd újrahajt, és egy 2-3 éven belül újra 6-8 méter magas, gyönyörű virágokkal teli strelícia lesz majd belőle. Nagyon élvezem, hogy ilyet is látok, nem csak mindig csodálkozom, nem látom a munka folyamatot is, hogy hogyan is kell visszavágni egy ilyen előregedett nagy strelíciát vagy banánfát az eredeti élőhelyén. Tenerife déli részén, a fővárostól délre van egy gyönyörű ilyen aranyhomokos tengerpart, a Las Teresitas. És itt a Szahara nagyon közel van, Nyugat-Szahara, körülbelül 200 kilométerre, és onnan hordják át ezt az arany homokot a Szaharából ide hajóval, mert itt egyébként kövesztiklás lenne a tengerpart. Úgyhogy a szakasz erről híres, hogy olyan, mint Dél-Amerikában, vagy ilyen homokos amerikai tengerpartokon, olyanná válik itt is a tengerpart ezzel. Tényleg ilyen hihetetlen puha, apró szemcsés sárga homok van. Itt a fenyegető fekete vulkanikus sziklák és a pálmák tövében, tehát nagyon látványos. Nagyon jól néz ki, és sokan fürdenek, tehát látszik, itt talán lehet látni, hogy abszolút nagyon-nagyon kellemes az idő. Most otthon sűrű köd van, ilyen 0 fok körülű hőmérséklet nálunk, így néztem, figyeltem, reggel még fagyott is. Nagyon furcsa érzés így a decemberi nyárban lenni. Nekik, a helyi lakosoknak ez a természetes. Barátaink is, akik itt laknak, mesélték, hogy december 23-án karácsony előtt eljöttek ide strandolni, kicsit koktéloztak, úgyhogy nagyon más az élet érzés és életstílus, mint amit mi megszoktunk otthon. Furcsa, de azt hiszem, hozzá tudnék azért szokni. Most elautóztunk a Tenerife zöld, legzöldebb csücskébe, az Anaga-hegységbe. Tényleg, ahogy kanyarogtunk a sárga, homokos tengerparttól itt fölfelé, ahol még kaktuszok, agávék és szukkulens növények voltak, szinte ilyen sivatagi, félsivatagi növényzet, és egyre inkább váltott át zöldbe a terület, és ilyen hihetetlen csipkés, hatalmas hegyek között megbúvó kis falvacskák vannak, nagyon jól néz ki így föntről, itt pedig az óceán, úgyhogy majd oda megyünk le. Én persze minden pillanatban meg akarok állni egy-egy növénycsoportnál. Nagyon-nagyon érdekes és különleges itt a vulkáni kőzeten kialakult talajból a kövek közül kinövő páfrányok, szukkulens növények, fenyőfélék, ürömök, azt sem tudom, hogy micsodák, de gyönyörű szépek. És az volt különös, hogy tényleg egy fél óra alatt a sivatagból átkerültünk a dzsungelbe. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ilyen közel, ilyen óriási változások történnek egy szigeten belül, szinte különböző éghajlatokba kerülünk pár perc alatt. Itt tovább tekerek bele az úton, az óceánpartig, hatalmas hegyek között, ilyen fekete vulkanikus homok tengerpart van. Az érdekes, hogy nem az a aranysárga, a szokásos, hanem fekete, fekete és szürke. Komornak tűnik, de egyébként nagyon jó idő van. Ugye képen látom, hogy olyan, mintha hideg lenne, de csak a látvány miatt tűnik ilyen hűvösnek. Amúgy nagyon jó idő van, ez a szörfösök kedvenc helye. És én nem nagyon látok itt szörföst. Egy nagyon érdekes, különleges hangulatot ad.
fekete szín. Lejöttem egészen ide a homokhoz, hogy meg tudjam mutatni közelről, hogy ez a vulkanikus homok ilyen, tényleg fekete. Mint a mák, mint a darázs mák lenne, teljesen nagyon-nagyon érdekes. Szép is, különleges is, hogy a szemünknek nem megszokotni a sárga homokot. Ismerik jobban, vagy az tűnik nekünk ilyen természetesebbnek, de gyönyörű. A hegyek között kocsikázva tovább, gyönyörű kis településekre lehet bukkanni, hát, sőt inkább ilyen tanyavilág, ez egy-egy szórt épület itt a nagy hatalmas hegyek között, és látszik, hogy itt is ilyen lépcsőzetesen alakítják ki a területeket, hogy tudjanak gazdálkodni rajta egy picit, valamit termelni. És itt pedig az óceán a háttérben. És egyre zöldebb, ahogy itt jöttünk, sajnos ott nem tudtam megállni, de rengeteg páfrány volt, hangák, erikák. Nagyon különleges itt ez a terület. Itt az út mellett gyönyörű páfrányok is megtalálhatóak, és ezek a hatalmas hangafélék így belógnak a túraútvonal fölé, telezúzmóval. Gyönyörűek. Ugye, aki esetleg nem tudja, ilyenek ezek a hangafélék, erikák, ott is az erika karnea, amit mindig mondok, hogy érdemes ültetni, mert az nálunk télálló. Csak hát nálunk nem nőnek meg ilyen gigantikus, nagyra, ilyen fa-szerűvé. És itt bizony egy 20 perccel vagyunk a tengerparttól, ahhoz a sárga, homokos tengerparttól, ahol félmeztelenül lehet napozni és fürdőzni, itt viszont kell a kabát, a pulóver, ilyen 10-12 fok lehet. Tehát ilyen gyorsan változnak itt a körülmények. Sokkal vizesebb minden itt, és most látszik, hogy volt egy nagyobb eső, párás, mohás, minden. De a madarak azok itt is csiripelnek. Itt is gyönyörű páfrányok mindkét oldalt. Tényleg ilyen trópusias hangulata van. És gyönyörű páfrányok az út két oldalán. Tényleg a hegy másik felén agavék és kaktuszok vannak. Nagyon-nagyon száraz. De hegyen átautókázva egy 20 perc alatt pedig ilyen alpesies, sok esős, mohás területre jutunk be. Itt is kemény lombú babérerdők sorakoznak, de teljesen más a képe a természetnek. A páfrányok között, ha jól emlékszem, ezek a trópusi ecsevériek, kövirózsák. Azt hiszem ez a nevük. És itt gyönyörűen, nagyon egzotikusra teszik itt a hegyoldalt, sorakoznak. És ugye így növeget a törzsük, szájuk, hogy ahogy dőnek és leesnek ezek a pikkelylevelek, ebből alakul ki ez a kis fásodó szára, de nagyon egzotikus látvány nyújt itt.